Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Üdvözlet mindenkinek itt az infobubble.hu, illetve yahooaútja.hu weboldalon 2023. 12. 17-e van, és Molnár Endrével beszélgetek ezúttal itt a nagy dolgokban. Endrét én egy Facebook csoportban találtam, intéztem egy felhívást, ki az, aki esetleg részt venne egy beszélgetésben. Többnyire az én érdeklődési köröm az ateista, vagy bármi más hívő, mint amit én képviselek, és akkor erre ő jelentkezett, vállalkozó szellemű volt. Aztán most itt vagyunk, és hagyom is, hogy bemutassa magát. Előtte megkérek mindenkit arra, hogy osszátok meg a videóinkat, illetve lájkoljátok, és akkor több emberhez eljut az üzenet, valamint weboldalainkon megtaláljátok ezeknek a felvételeknek a teljességét. Tiéd a szó, Endre, üdvözöllek! Üdvözlet mindenkinek, köszönöm a meghívást, és hát nagy megtiszteltetés, hogy részt tudok ebben a podcastben. Hát ott kezdeném, hogy azért is hát azért jelentem erre a felhívásra, mert megszólítva éreztem magam, hogy hát én is úgy vagyok vele, hogy szívesen megosztanám a gondolataimat, főleg, hogy tehát nekem is tervben van az, hogy ezt majd egy nagyobb projekt keretében több videóra osztva is elmondom a gondolatokat. Most egyelőre ugye egy beszélgetés keretében, amire sor kerül, azt elmondom, és hát az a lényeg, hogy keresztény családban születtem, ahol hát azon belül is baptista körökben elsősorban, viszont van egy kis rálátásom mondjuk a karizmatikusabb, pünkösdi jellegű gyülekezetek felé is, de elsősorban hát baptistaként neveltek, és volt is egyfajta hitem, viszont többször visszajött az életemben, és gyerekkoromban is ilyen kételkedősebb korszak, és hát leginkább az volt, ami úgy kiemelendő, hogy így nem értettem meg ezt a hit dolgot, hogy hogyan működik, hogy én hiszek valamit, és hogy akkor az hogyan válik valóra, vagy hogy mi a sorrend igazából, hogy most én elhiszem, és akkor megtörténik, vagy én azért hiszem el, mert hogy már megtörtént valami, és igazából én azt annak idején úgy zártam le magamban, hogy kicsit olyan, mint egy számítógépes hiba üzenet, amikor fut egy program, és akkor valahogy én tovább szeretnék jutni, de megjelenik egy számítógépes hiba üzenet, és nem tudom, hogy milyen gomb kombinációval tudnék tovább menni, és akkor elkezdem össze-vissza nyomogni a billentyűket, és akkor majd történik valami. És ezzel képeztem le ezt a hitélet dolgot is, hogy hát fogalmam nincs, hogy itt most milyennek az egésznek a módszertana, egyszerűen nem tudom, így imádkozok is, meg úgy hiszek is valamennyire, meg nem tudom, próbálok valamit tenni is, aztán majd lesz valami, de nem értettem az egészet, hogy hogyan működik. Aztán ilyen hullámzó szerűen ez így visszatért, de azért alapvetően hát úgy mondanám, hogy mindig volt egyfajta, vagy egy szintű hitem, egészen hát úgy 20, hát hogy is volt ez, 2011-ben voltam olyan 27 éves talán, és akkor kezdődött egy olyan fajta kételkedés, aminek már
nem lett visszatérése, tehát hogy az már ilyen véglegesnek mondható. Ott is egy ilyen hosszabb két éves időszakról beszélhetünk, amikor még nagyon vívódtam, tehát én nagyon imádkoztam is sokat, meg úgy beszélgettem emberekkel, hogy valahogy vissza szeretnék találni, tehát hogy tehát nem az volt, hogy jó, nekem kész elegem van, és így lezártam egyből, hanem itt tényleg egy ilyen könyörgős, küzdős korszak volt, és nagyon nehéz volt. Tehát... Emlékszel arra, hogy mi volt az esemény, mert azt mondod, hogy két év, ugye, hogy volt ez a két éves periódus, emlékszel esetleg arra, hogy igen. Mi volt-e valami esemény kifejezetten, ami elindított ezen az úton, tehát történt-e valami akkor, ami ezt katalizálta? Igen, hát több dolog is. Hát ugye elsősorban, ami elindította ezt az egészet, az már kisgyerekkorom óta bennem volt, ez a módszertani kérdés, hogy nem értem, hogy működik ez a, ennek a, hát a teológiája tulajdonképpen, de inkább az egész hitnek a módszertana, hogy hogyan tudom meg, hogy igaz az, amiben hiszek, és tehát, hogy már eleve itt kezdődtek a problémák. Aztán ilyen teológiai kérdések jöttek, amik kimondottan már a tartalomhoz kapcsolódtak, hogy ezt a üdvtörténet dolgot nem igazán tudom elfogadni, hogy és most... akkor még mindig ezek a kérdések, ezekre kaptál választ, ezekre a kérdésekre az évek során? Hát a hitügyi narratívából nem kaptam. Tehát nekem a válaszom az kívül találtatott meg. Tehát, hogyha az tulajdonképpen nem lehet, ugye hittem. Ha most fel kéne tenni azt a kérdést a hittel kapcsolatban, ami... Mert úgy én kivettem a szavaidból, hogy az a kérdés, hogy hogyan működik. Szóval gondolom én a te gondolkodásmódod olyasmi, mint az enyém, hogy mik a tények, azokat analizálod, és akkor annak lesz egy végeredménye. Szóval mi lenne az a kérdés, amire választ akartál kapni akkor? És nem lett meg a válasz. Hát a maga a, ez az megváltás történet. Tehát tulajdonképpen a magva a keresztény mondani valónak, hogy miért van az, hogy mi felelősek vagyunk egy olyan dologért, amit egy ős ember pár elkövetett. De ez mire gondolsz ezzel? Hogy... Tehát az, hogy én igazságtalannak érzem azt, hogy mi eleve bűnben születünk, és akkor erre kapunk mi egy olyan megoldást, ami ugye nem tőlünk származik, hanem úgy kell elfogadnunk, mint kegyelmet, hogy mi nem ezt érdemelnénk, de mi elfogadjuk, és akkor azáltal üdvözlünk. Én meg azt gondolom, hogy ez teljesen értelmetlen narratíva, hiszen meg se volt a lehetőségünk arra, hogy büntelenül szülessünk, mert nem a mi hibánk az, hogy előttünk valaki evett a fáról. Ugye adódnak ezek a kérdések, hogy bárki, aki az első ember pár helyébe lépett volna, az is evette volna a fáról, és akkor ez tovább a helyzet az, vihető, hogy amiről beszélsz, az eredendő bűn, az egy katolikus tanítás, és az, ha jól emlékszem, Szent Ágoston az, aki előállt ezzel, ez a negyedik század. Ez én úgy hiszem, hogy ez ismeretlen a Bibliában ez a gondolat. Mi nem azért, amiért te felelősségre leszel vonva, vagy én felelősségre leszek vonva a végén, az nem azért van, mert Ádám és Éva akármit is csinált. Mindenki a saját cselekedeteiért lesz felelősségre vonva a végén, nem pedig azért, mert te úgy születtél, és ez, én úgy gondolom, amennyire én értem ezt a tanítást, hogy ők azt akarják ezzel állítani, hogy igen, nekünk szükségünk van egy megváltóra, de nem azért, mert mi örököljük az ő bűneiknek a következményét, és ezáltal a büntetést, hanem azért, mert mi elkövetjük a sajátjainkat életünk során, akarva, akaratlanul, tudatlanul vagy tudatosan. Ez a
a probléma. De amiatt nem kell neked aggódnod, hogy ő felelősségre von mindenkit a végén azért, hogy azok az emberek mit csináltak az elején. Az csak megnyitotta az ajtót ennek a viselkedésnek, de azért te nem leszel felelősségre vonva, amit az az emberpár csinált, vagy amit bárki előtted, vagy most, vagy utánad fog csinálni. Te neked csak a te dolgaidért kell felelni majd a végén. Ez érthető? Érthető, persze, csak igazából itt hát különféle emberek különféle dolgokra helyezik a hangsúlyt, de igazából a képlet az ugyanaz, hogy valaki elkövetett valamit a múltban, aki nem én voltam, és akkor ez determinálta azt, hogy utána minden ember vétkezni fog. Tehát igazából most, hogyha nem is fogadjuk el az evolúció elmélet narratíváját, mert most egy közös beszélgetésben vagyunk, ahol ebben nem egyeztünk meg. Széltünk arról most tőle. Valaki akár csak a 6000 éves földet fogadná el, annak a számára is hihetetlen, hogy amennyi ember azóta élt, milyen sok ember élt azóta, és hogy egyetlen egy ember nem élt, vagy nem született azóta, aki ne követette volna el bűnt, és ne lenne méltó a kárhozatra. Tehát ebben van valamilyen törvényszerűség, amelyről úgy látszik, hogy mi emberek nem tehetünk, mert ha ténylegesen szabad akaratunk lenne, akkor bizony kellenének legyenek olyan emberek, akik olyan életet tudnak élni, hogy az üdvösségre elég legyen. Szóval... De azt gondolom, hogy ez a determináció igazolja, hogy ez marhaság. Igazság szerint. Igen, van néhány dolog, ami nem fair, hisz nem így van szerintem még a keresztény teológiában sem így van az elgondolás, de a Biblia szerint semmiképpen, én különbséget teszek a kettő közt, mert ami keresztény, az nem feltétlen biblikus, mint ahogy gondolom, aki baptista gyülekezetbe járt, megtapasztalta azt, de mindegy is. A lényeg az, hogy ez, hogy nem tudod csinálni, vagy tudod, nézd, hogyha megtanítanak, ha egyáltalán olyan, kinek a hibája az, hogy nem egy olyan családba születtem én, vagy te, ahol a biblikus életmódot tanítják. A szüleinké, nem? Az meg azok szüleié, az meg az ő szüleiké, az meg az ő szüleiké. Szóval hibáztatni a teremtőnket azért, hogy ők nem tanítottak meg minket arra, hogy hogyan kellene élni, azt én úgy gondolom, hogy nem fair. Ez az egyik porciója ennek az egésznek. A másik az, hogyha tegyük fel, nem von felelősségre azért, amit nem tudsz, de az állam is felelősségre von azért, amit nem tudsz, de elkövetsz bűnt. Magyarán az ember is ugyanazon elgondolás szerint ítélkezik, mint a teremtő. Nem így van? Ha elmegyek Katarba, és nem is... Több minden várható el, mint egy állam. De amit akarok mondani az, hogy ha olyan jól tudjuk, akkor miért vettük át ugyanazt a gondolkodásmódot, miért nem találtunk ki egy jobbat, és mondjuk azt, hogy nem, mi nem fogjuk felelősségre vonni az embereket azért, amiről nem tudnak. Miközben nem így van, hisz az állam is felelősségre vonja azt, aki nem tud róla, mert a törvénynek a nem ismerete az nem mentesít az alól. Úgyhogy ezt a két dolgot érdemes mindenkinek észben tartania. És de annál nagyszerűbb, hogy mégis kidolgozott egy módszert, amivel a bűneid büntetése alól mentesülsz. És lehet, hogy, és ezzel átadom a szót, de érdemes azt megfontolni, hogy a rendszer úgy van kitalálva, hogy lehetetlen bűnben élni örökké. Szóval nem tudsz az ő közelében élni úgy, hogy te bűnben élsz, vagy bűnt követtél el, annak mindenképpen van egy büntetése. Ha tudsz róla, ha megtanítottak a szüleid, ha akartad, ha nem akartad, ha elgyengültél, teljesen mindegy. Szóval ezek az életnek a paraméterei, és az ő keze is meg van kötve,
nem csinálhat csak egy akármilyen rendszert. Hát igen, ez egy csomó olyan kérdés felvet, ami megkérdőjelezi az isteni mindenhatóságot. Például? Egyrészt, hát ha megvan kötve a keze ilyen dolgokban, és egyébként én azt gondolom, hogy ezt még az ember is különbül csinálja, hiszen oké, hogy felelősségre vonjuk azt az embert is, aki nem ismerte az adott törvényt, na de nem olyan módon, hogy örök kárhozat, meg ilyen mértékű önmagáért, tehát soha nem önmagáért a büntetésért büntetünk valakit. Mi az illetve az örök azt kárhozat? Gondolom, hogyha még... Ja, bocsánat, inkább fejezd be, és aztán inkább megvárom, míg befejez. Bocs, igen? Tehát azt akarom csak mondani, hogy nem a büntetés a mai humanista, modern emberi törvénykezésben az nem önmagáért szól általában, vagy az esetek túlnyomó többségében. Nem mindig volt ez így, tehát az emberi törvénykezésnek is volt egy alakulása, ami az én szemszögemből nézve egy fejlődés, ez nyilván egy szubjektív vélemény, de azt gondolom, hogy a modern társadalmakban a büntetés az már javarészt nem arra szól, hogy az illető az bűnhődjön, és akkor most megtörtént a büntetés, hanem a büntetésnek van egy funkciója, egy ilyen emberjobbító funkciója, hogy a büntetés által az illető mondjuk elgondolkozik, és akkor a büntetés után már egy jobb életet fog élni, vagy tehát, hogy legalábbis ez a cél, ez a törekvés, hogy ezt a funkciót töltse be a büntetés. Jó, hagyj válaszoljak már az, erre. Hogy eljut... Tehát jó, csak hogy ez a vége az egésznek, hogy ha most a büntetés arról szól, hogy az egy végletes dolog, örökké szól, akkor nincs funkciója, az csak egy, hogy mondjam, egy isteni végkielégítés, önmagának, a bosszújának a kielégítése, tehát semmi többről nem szól. Tehát ez nekem, az én erkölcsi mércémnek ez nem megfelelő. Világos, rátérhetünk arra az erkölcsi mércére is később egyébként, mert szerintem az is érdekes lenne megtudni, hogy működik a te erkölcsi mércéd, mert kíváncsi vagyok rá, hogy van az, de ismét. A Biblia nem ír soha örök kárhozatról. Arról nem, ha arra gondolsz, hogy az ember örökké szenved, egy véges bűnös életért örökké szenved, az egy szintén egy keresztény vagy katolikus tanítás. Az a kárhozati jelentése az, hogy te elválsz a Teremtőtől. Van egy második halálnak nevezett jelenség Jelenése könyvében, ami azt jelenti, hogy végleg elpusztul az a lélek, fogalmazzunk így, amelyik megkapta a büntetését a tűznek tavában, most fogalmazzunk így. Szóval nincsen örök kárhozat, mint ahogy az igazságtalan is lenne, hogy 40-50 év bűnös életért valaki örökké szenvedjen. Szóval ezt talán kihúzhatjuk a listáról, az örök kárhozatot. És én bízom benne, hogy majd utána néz ennek, akit érdekel, és akkor megérti jobban, hogy hogyan működik ez a rendszer, ami a legnagyszerűbb rendszer mellesleg. A büntetés mellett van egy másik jelenség, amit következménynek hívunk. És a következmény életed során kellene, hogy figyelmeztessen arra, hogy nem jó úton jársz. Mondok egy példát. Igyekszik ő figyelmeztetni mindenkit arra, hogy az ember rossz úton jár. Amikor bármi történik probléma, nehézség az életben, amivel szembe kell nézni, akadály, kihívás, sérülés, betegség, meghal ez, meghal az, összetörik, elromlik. Mindig arra kellene gondolnia mindenkinek, hogy vajon mi az oka annak, hogy ez történik az életemben, és mi az, amire szeretne engem figyelmeztetni ezzel. És így terel vissza magához. És ez a következménye a cselekedeteidnek az életed során. A büntetést megkapod a végén, de még mindig lenne esélye mindenkinek, aki ilyen megfordulni, és azt mondani, hogy igen, elfogadom, hogy én az egész életemet leéltem a sötétségben, és élveztem, és szeretnék visszatérni hozzád. Szóval a következményt elválasztanám a büntetésről, de a büntetés nem örök, és a következmény sem örök, jó esetben. De akkor itt most konkrétan
mi lenne a következmény, és mi lenne a büntetés? Mert ez nem teljesen tiszta nekem. Jó. Hogyha felharagít valaki az utcán, leütöm, és meghal, akkor a következmény az, hogy én börtönbe kerülök 15 évre. A büntetés pedig az lesz, amit kapok majd emberölésért tőle a végén, hogy megöltem egy másik embert. Érthető? A következményt nem elszenvedem. Fordítva. Tessék? Nem. A következményt... Nem fordítva? Tehát, hogy a büntetés az, amit az állam ad? Nem, az állam nem tud büntetni olyan értelemben, ahogyan ő büntet. A bűn zsoldja a halál, írja Pál római a levélben. Szóval a büntetés azért, hogy megölsz valakit, az a kárhozat, a második halál. De a következménye az, hogy itt börtönbe kerülsz és elveszítesz az életedből x évet. De még mindig van lehetőséged arra, hogy megtérközben bocsánatot kérj, megváltozz és elkerüld a végső büntetést, ami a második halál. Ez egy példa. De mondhatok egy másikat. Jó, ez nekem teljesen új, de nem. Tehát, hogy itt akkor a második halállal analóg az, amit ahogy hozzám viszonyul majd az illető, akinek megöltem egy szeretjét? Nem feltétlen. Hogyha tegyük fel, ezt az esetet boncoljuk, amiről most beszélünk, akkor te börtönbe kerülsz, ami a következménye a cselekedeteidnek az életedben. És az a börtönbüntetést azt a célt szolgálja, hogy te ráébredj arra, mint ahogy te magad is mondtad, hogy korrekció a cél, nem pedig bűn a büntetés a büntetés kedvéért. Szóval ő az, aki irányítja ezt. Ő akarja, hogy te javulj a börtönben, hogy te megváltozz, hogy megértsd azt, hogy amit tettél, az rossz. És fordulj hozzá, és megértsd azt, hogy az az ember fontos volt neki, attól függetlenül, hogy milyen volt az. És mikor lejár a büntetésed, kijössz a börtönből, és éled az életed úgy, hogy neki ajánlod azt, és a végén azt mondja, hogy nézd, megölted azt az embert, a következménye az volt, hogy elvesztettél 10 évet az életedből, megtértél, és én megkegyelmezek, mert elfogadtad az én fiam áldozatát. Attól függetlenül, te még mindig megérdemelnéd a halált, de kapsz egy menekülő utat, ami a hit az ő fiában, és elkerülheted a második halált. Érthető a koncepció? Ezt rá lehet húzni minden másra. Mondhatok végtelen példát, ha gondolod, ha nem olyan egyszerű. És az, hogy nem találkoztál vele, az nem azt jelenti, hogy ez nem így van. Hisz az írás egyértelmű ezzel kapcsolatban, hogy ez hogy működik. De mit gondolsz erről az elképzelésről akkor? Úgy tegyük fel, így van, ahogy hát, mondom. Most ahogy mondod, akkor itt a második halál az itt a te hited szerint a örök megsemmisülés, vagy ott tényleg egy örök, tehát ott egy szenvedésről van szó. Nem. Létezik a tűznek tava, ezt leírja a jelenések könyved, egyébként Jézus maga beszél erről számtalanszor az úgymond új szövetségben, ez biztos te is ismered, ezeket a Gehennának hívja, azt is mondja, igen, hogy méltó a pokol tüzére, ez meg az az ember, meg akármi. Az végleg megsemmisíti a lelket. Azért hívják második halálnak, mert egyszer meghalunk itt most, ebben az életben, és aztán ítéletre feltámadunk, és akkor fogja azt mondani, hogy nézd, megölted azt az embert, elvesztetted az a mennyiségű évet, de megtértél, megértetted, és én elfogadlak, mivel elfogadtad a fiam áldozatát, halleluja, megmenekülsz. A másik embernek meg azt fogja mondani, hogy nézd, kaptál 10 évet, nem értetted meg mégsem, szóval elbuktad azt a 10 évet, és most a büntetésed után megsemmisülsz örökre, viszlát. Ez relatíve egyszerű és fair. Igazából nem tudok ezt hozzászólni, mert különböző felekezetek ezt másképpen vallják, csak és azt gondolom, hogy nem egyértelmű, hogy itt mikre gondol. De mi van akkor, ha csak erre koncentrálunk most, amit most mondtam, és elfelejtjük a többit? Szóval mit gondolsz erre? Lehet, hogy nem így van, és én tévedek, de mi a véleményed, vagy legalábbis az első benyomásod, ha akarsz erről beszélni most, ezzel kapcsolatban? Tehát, ha jól értettelek, azt mondod, hogy van egy valameddig tartó büntetés,
vagy következmény inkább. Attól függ, melyikre gondolsz. Tehát az lenne a halál tehát, után? Hogy az első halál, amikor a pokolba jut az elkárhozott ember. Igen. Az tart valameddig, és akkor azt mondod, hogy ha utána nem tér meg az ember, akkor megsemmisül. Nem. Nem. A megtérés az életedben tudod eszközölni. Most van rá lehetőséged neked, mindenkinek, aki ezt hallgatja, meg aki él a világban. A következményeket itt szenved el. Szenved ilyen mindenki. Mikor te... Na meg... jó, de... Igen? Tehát ha a pokolba jutok, és utána nem gondolhatom meg magam, akkor pont, hogy nem tölti be azt a funkcióját a pokol, mint amit egyébként egy büntetés végrehajtó intézet, mint funkciót el kell, hogy lássa. Tehát akkor van értelme, ha utána meggondolhatom magam. Tehát így akkor ez csak önmagáért van. Tehát pont ez a probléma vele. A büntetés, a következménye kellene, hogy felhívják a figyelmedet arra, hogy rossz úton jársz. Tegyük fel, valaki alkoholista. Éveken keresztül iszik, elhagyja a családja, elveszti a gyerekeit, elveszti a munkáját, elveszti az egzisztenciáját, utcára kerül. Egy idő után az embernek észbe kéne kapnia, hogy valamit nem jól csinálok, hogyha az életem ilyen sötét fordulatot vett. Ha nem jön rá... Ennyiből? Akkor mit kell, hogy csináljon? Na de hát tudunk olyan történetet a Bibliából, ahol így alakul annak az élete, akit elhív Isten az ő családjától. Hát ki ez? Ábrahámot elhívta az ő családjától. Tehát az ő családja az még a pogány isteneknek szolgált, és akkor Ábrahám azáltal, hogy követte ezt az ismeretlen Istent, elvesztette az ő addigi egzisztenciáját. Tehát, hogy én ezt nem látom olyan jellegű ismertetőjelnek, hogyha így rosszul alakulnak a dolgok, akkor az azt jelenti, hogy én eltávolodtam volna Istentől. Tehát nem ez a képlet. Ábrahám. Tehát mindig meg lehet magyarázni. Hát de nézd, hogyha egyértelmű lenne, úgy értem, hogy mit akarunk. Itt van egy kézikönyv, hogy kell csinálni, még mi az, amit tudna tenni. Ábrahámra visszatérve, 12-es fejezet első Mózes, amikor Ábrahám elhagyja a családját, ő már úgy érkezik meg Egyiptomba, hogy prófétának hívják, meg uramnak. Annyi vagyona van, hogy nem tud vele mit csinálni, mire beér az ígéret földjére néhány fejezettel később. Visszautasítja Szodoma királyát, mintől mindenféle jutalmat, mert ő már készen áll. Szóval elhagyta az egzisztenciáját, de megkapta annak a sokszorosát később. Plusz egy dolgot meg kell értened neked is. Hát meg... később, igen, de mikor kezdődik el a később? Tehát honnan tudhatná az ember, hogy most egy olyan úton van, hogy ennek majd később megszületik-e a gyümölcse, vagy pedig egy örökké lefelé tartó. Hogyha elmész főiskolára, ez nem egy olyan dolog. Elmész főiskolára tanulni, honnan tudod, hogy annak lesz majd értelme, amikor kijössz onnan? Annak a 4 év szenvedésnek, a rengeteg tanulásnak, a rengeteg időnek, a pénznek, mindannak az energiának, amit befektetsz, honnan tudod, hogy lesz értelme? Igen, tehát csak azért választok valamit, mert én azt jónak látom, de nem azért, mert ott megírta egy írás. Érted a különbséget? Tehát, hogy én nekem az a problémám, hogy most van nekem számomra egy könyv, egy most nem gúnyként mondom, de egy dohos könyv, ami ott le van írva, tehát nekem az egy ilyen száraz papír, száraz tinta, valahol valakik megírták. És akkor most úgy van ez előadva, nem általad, hanem úgy bármilyen keresztény által, hogy hát az le lett írva, az én felelősségem, hogy követem-e vagy nem. Na de hát rengeteg ilyen könyv van, hát bármelyiknek az utasításait így felfoghatnám. Tehát én akkor is azt fogom tenni, amit a lelkiismeretem diktál. És hogyha a lelkiismeretem az diktálja, hogy most éppen egyezik azzal, amit a Biblia szövege állít, akkor éppen egyezik. Ha meg nem egyezik, akkor nem egyezik. De nem azért követem, mert az ott le van írva, vagy ez az úgynevezett Isten szerinti út, hanem csak azért, és ez az egyetlen indok, mert a lelki ismeretem ezt diktálja. Ez, és kész. Ez, ne, ez
ugye az naív azt gondolni, hogy a lelki ismereted az mentesül mindenféle külső hatástól, és az csak valamiféle tiszta éri. Nem is gondolom ezt. De akkor azt akarom mondani, hogy ha nem gondolod, akkor tudod, hogy azt érik mindenféle hatások, amiket beengedsz. Szóval most én csak a Biblia az, amire támaszkodom, míg te, vagy azok, akik úgy gondolkodnak, mint te, más könyvekre támaszkodnak, meg más emberekre, mikor megalkotják az erkölcsi rendszerüket. Ugyanis a lelkiismeret az nem úgy működik, hogy van egy ilyen érinthetetlen valamiféle dolog benne az ember elméjében, amire nincs hatással semmi. Szóval nekem mindegy, hogy te melyik emberek által írt könyvből nyered az erkölcsi rendszeredet, mert valamelyikből nyered, én csak ebből, és én próbálom prezentálni ezt a világnézetet neked, illetve mindenki másnak, és még annyit azzal kapcsolatban, hogy dohos, ami engem nem bánt, hogy azt mondod, hogy dohos. Az, hogy valami régi, az nem azt jelenti, hogy az nem jó. És ez egy probléma, úgy hiszem, legalábbis a modern gondolkodásban, hogy azt képzelik az emberek, hogy az, ami régi, csak azért, a tény miatt, mert az régi, ezért hát az nem jó, és mi felfedeztünk valami bölcsekkövet. Itt nem az a hangsúlyos részemről, hogy régi, hanem az a hangsúlyos, hogy tőlem kívül áll. Tehát nem, tehát ezt valaki külső személy fogalmazta meg, mindegy, hogy Isten vagy ember, a lényeg, hogy nem én voltam. És ilyen szempontból részemről idegen az, amit olvasok, és azt be kell nekem fogadnom. És ott van egy híd, ami átvezet, ezt hívjuk ugye hitnek, tehát hogy el kell fogadnom, hogy igaz, megbízható, meg helyes az, amit én ott olvasok. És akkor itt ugye, tehát itt szólhat közben a lelkiismeretem, tehát ha a lelkiismeretem azt mondja, hogy nem helyes az, amit olvasok, akkor milyen okom kellene elfogadnom azt? Tehát nem mondhatom azt, hogy hát azért fogadjam el, mert ez Isten üzenete, mert ezt az állítást is hittel fogadom el, ha elfogadom. De pont ez a probléma, hogy én a lelkiismeretem alapján vizsgálnám meg, hogy azt Isten írta-e vagy sem, ha pedig a lelkiismeretem azt mondja, hogy nem, akkor hol van még itt a vizsgálati alap? Hát ugye a probléma az, hogy így te vagy az igazságnak a végső döntőbírója alapvetően a saját értékrend. Én azt gondolom, hogy mindenki így gondolkozik, azok is, akik nem vallják be, hogy így gondolkoznak, mert mindig a saját értékítéletünk alapján mondjuk meg, hogy mi azt helyesnek látjuk-e, vagy sem. Az más, hogyha a saját értékítéletünket kivetítjük univerzálisan, és azt mondjuk, hogy na ez az objektíven helyes, objektív erkölcsi mérce, de ez az én azt esetem... gondolom, hogy én eljutottam erre a felismerésre, hogy egyéni erkölcsi mércék vannak, sok esetben egybeesnek, ennek azt gondolom, hogy evolúciós okai vannak, de sok esetben egybeesnek ezek az erkölcsi mércék, és akkor ezekről néha úgy tűnik, hogy akkor lenne egy ilyen univerzális erkölcsi mérce. Mint ahogyan kell, hogy legyen. De nem bocsánat. Gondolom, A helyzet az, hogy már az előbb megegyeztünk abban, hogy a te idézőjelbe vett lelkiismeretedre is hat valami. Szóval mondod azt, hogy te a Bibliát nem fogadod el, hanem a saját lelkiismeretedet, teljesen mindegy, mert elfogadtad a Bibliát tudat alatt, hisz vannak olyan értékek a te úgymond lelkiismeretedben, amik onnan származnak. Akár tetszik, akár nem. Ugyanis ha nem így lenne, az azt jelenteni, hogy te megszülettél azzal a lelkiismerettel, ami érinthetetlen később, de ez nem így van. Mindenképp hat arra, hogy szerinted mi a helyes vagy mi nem, a külvilág. Ha nem a Biblia, akkor hat rá valami más könyv, az, hogy mit gondolnak az emberek, mi az, amit az állam erről vél, mit látsz a tévében, szóval mindenképp engeded, hogy a lelkiismeretedet befolyásolják külső hatások. Én csak a Bibliára hagyatkozom, és ez nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok, vagy okosabb. Én csak azt akarom mondani, hogy én elfogadom,
hogy az én lelkiismeretemre úgymond fogalmazzunk így, hatnak ezek a dolgok, és szerintem egy ponton neked is el kell majd ezt fogadnod. A másik, és ez a... Ez de, a... Nem, ezt abszolút elfogadom jelenleg is, tehát ezt csak, én is így gondolom. Csak nem ezt mondtad. Pont erről van szó, hogy... De nem, akkor félreérthető voltam, tehát én azt gondolom, hogy a lelkiismeretünk az befolyásolható. Nagyon is a körülmények határozzák meg, hogy milyen a lelkiismeretünk, és többféle dolog befolyásolja, ez lehet genetikai eredetű, lehet szociális eredetű, a Biblia is befolyásolhatja, ez teljesen valid. Én nem, tehát az, én csak azt mondom, hogy az értékrend az akkor is a végső bíra lesz, és ezt nem azért, mert én azt abszolút jónak gondolom, hanem úgymond relatíve én azt jónak gondolom. De azt befolyásolja külső tényezők. Nem tudom, tényezők. Hova tovább visszavezetni az erkölcsi kérdéseket. De ez, nézd, azt befolyásolják külső tényezők a te értékrendedet. A te mindent befolyásolja. Nem, azt gondolom, hogy mindent befolyásolja. Nem egészen. Én ezt akartam mondani, amikor azt feltételezted, hogy mindenki végső soron azt csinálja, amit jónak lát. Én bízom abban, hogy nem mindenki mindig azt csinálja, amit saját maga jónak ítél meg, mert például én sem azt csinálom. Vannak dolgok a Bibliában leírva, amiket én nem értek, hogy miért ő azt gondolja, hogy az a helyes. Sőt, vannak olyan dolgok, amikkel jelen pillanatban lehet, hogy azt is mondanám, hogy esetleg én másképp gondolom, ennek ellenére elfogadom helyesnek. És ez a különbség, és ez nem azt jelenti, hogy én jobb vagyok, vagy okosabb, vagy értékesebb, vagy bármi. Én csak azt akarom mondani, hogy igyekszem következetes maradni abban, ahogyan élek. Én erre hagyatkozom. Te is hagyatkozol valamire, te is külső valahonnan szerzed, a külső környezetből. Szóval azt nem értem, hogy miért van az az ellenállás a Bibliával, mikor amúgy is emberek által alkotott értékrend az, ami a fejedben most van. Nem azért, saját. Mert az egyik az enyém, a másik meg nem az enyém. De az se tiéd, ami én, most a fejedben van. De. Az én lelkiismeretem attól, hogy más alakította formáta, attól az még az enyém. Hát akkor alakítsa a Biblia, nem? De miért az? Tehát, hogy ha bármi más, az, hogy... akkor na, tehát itt ez a különbség. Tehát nem úgy bármi, hogy én ráeresztek egy random generátort, és hogy akkor legyen bármilyen az erkölcsi mércém. Tehát nekem olyan az erkölcsi mércém, amilyen. Tehát ez most olyan, mint a szemem színe. Hogy nem tettek róla, hogy barna szemű vagyok, de olyan, amilyen. És ezt külső tényezők határozták meg. És ezzel nem tudok úgymond magamtól változtatni. És az erkölcsi mérce sem ilyen, hogy mint a szennyes gatyáinkat úgy változtatjuk. De. Hanem ez... De olyan? Nem. De. Tehát ez az erkölcsi relativizmusnak a félreértése. Nem. Ez egy óriási probléma szokott lenni. Ez tehát egyáltalán az erkölcsi relativizmus az nem azt jelenti. Az nem azt jelenti, hogy én nap mint nap változtatom a véleményemet dolgokról. Tehát nekem... Nagyon masszív véleményeim vannak dolgokról évek óta, lassan változnak bizonyos dolgokról. De hát most akkor pont az előbb azt mondtad, hogy nem, érted, amit mondok? Szóval, amit mondasz... Nem, itt két dolog összekeverése van. Két dolog összekeverése van. Én nem azt mondom, hogy nem változik, és nem is azt mondom, hogy nem hat rá semmi. Azt mondom, hogy nagyon lassan változik a mérce általában. Mindegy. És a lényeg, hogy akkor is aszerint fogok értékítéleti döntéseket hozni, amit az én saját erkölcsöm diktál. Nem is tudnék másképp. Amit a külvilágból szedtél össze. Szóval magyarán követed a külvilágot mindenki. Én pont ezt próbálom mondani, nincs ezzel semmi baj, mindannyian követjük a külvilágot, csak az, hogy én... De nem határozom meg önkényesen előre azt, hogy én onnan vagy innen szedem az erkölcsi értékítéletemet. Tehát nem én mondom meg, hogy honnan származzon. Egyszerűen alakul de te, valahogy. Nem. Tehát akkor is ez a központi mag. Nem, te vagy az én erkölcsi mércémre vezetem vissza.
Bármilyen te vagy az, aki eldöntött, hogy mi az, amit befogadsz, mi az, ami szerinted tetszik a lelki ismereted alapján. Szóval végsősorban te magad kiválasztod, hogy mi az, ami szerinted helyes. És utána az beépíted a te viselkedésedbe. Magyarul te alakítod ki magadnak a morális mércét. És ezért hát ez nem olyan, mint a szemed színe, ugyanis azon nem tudsz változtatni, míg most, ahogy elismerted, a te morális értékrended örökké változik. Míg az enyém nem, hiszen az a Bibliára épül. Ez nem azt jelenti, hogy az enyém a helyes, vagy én jobb vagyok. Értesz? Egy pillanat csak. Szóval ez azt jelenti, hogy akárhogy is mondod, hogy te azt csinálod, amit te jónak látsz, az nem így van, mert az a külvilágból érkezik bele a fejedbe, és te aztán úgy éled meg, hogy az a te saját döntésed. És a kérdés az, hogy mi... Na mindegy, átadom a szót. Azt gondolom, hogy itt mélyebb ellentétek vannak, tehát én a szabad akaratot sem fogadom el létezőnek, és én tehát azt gondolom, hogy bármi, amit én a sajátomnak mondok, az törvényszerűen valahonnan kívülről származik. Tehát ugyanúgy a szemszínemről sem tehetek, meg arról sem tehetek, hogy milyen az erkölcsi mércém. Tehát itt nincsen nekem döntési szabadságom. A döntéseimet mindig az erkölcsi mércémhez vezetem vissza, de az erkölcsi mércémet már sehova máshova nem vezetem vissza, mert az olyan, amilyen. Nem tudom, hogy mondjam, az olyan, mintha magamat húznám ki a vízből, a hajamnál fogva, ha azt csinálnám, hogy én az erkölcsi mércémet valamihez akarnám szabályozni. Mert ez az akarat, az megint egy erkölcsi mérce lenne, de az is a sajátom lenne. Tehát nem tudom a saját erkölcsi mércémet valamihez kötni, de. Mert akkor már felülírnám a saját erkölcsi mércémet. Ez a célja az életnek. Pont ez a lényege. De ez elkerülhet. De nézd, amit mondok az, hogy hát jó, szerintem, neked nem kell így gondolni, meg nincs is ezzel baj, csak én azt hiszem, hogy értem, amit mondok, de inkább akkor hagyj gondoljam át. Szóval azt elfogadod, hogy a te erkölcsi mércéd az alakul annak megfelelően, amilyen hatások érnek téged a külvilágból, amit gyűjtesz össze az évek során, ezért változott az évek során. Volt, amire azt gondoltad, hogy helyes régen, most meg azt gondolod, hogy nem, és vice versa, nem? Igen. És ennek ellenére... Igen. Erről akartam is beszélni. Oké. Viszont ugye talán említetted most azt így az utóbbi gondolatmenetben, ami érdekes volt, hogy te nem kötöd magad semmihez konkrétan, hanem inkább úgy tűnik, mintha alakítanád ki magadnak ezt, nem? Azt szerint, hogy mi az, amit jónak látsz, vagy mi az, amit nem. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm. Tehát azt, hogy mit látok jónak, azt nem én alakítom. Egyszerűen azt a környezet változtatja. Ezt én nem hagyom, hanem tudomásul veszem. Tehát nem tudok másképp csinálni. Akkor csak egy pillanat, most eszembe jutott. Értem. Na ezt a dolgot, amiről most beszélsz, ki lehet küszöbölni úgy, hogy hagyom, hogy egy külső forrás meghatározza nekem, hogy mi a jó és mi a rossz, és ez a Biblia. Szóval, hogy az, hogy ides tova hányjon az ismeret, amit megszerzek életem során erkölcsileg, ahogy én hogy ítélem meg a világot, azt ki tudom küszöbölni, ha azt mondom, hogy nézd, itt van ez a könyv, én ehhez tartom magam, és az állandó lesz. Így tehát elkerülhetem azt, hogy a világ ides tova hányjon, és változzon, hogy mi az, amit jónak látok, és mi az, amit nem, és esetleg valami, ami helytelen, azt én beépítsem, azt el tudom kerülni, ha erre a használati utasításra hagyatkozom. Érted, amit mondani szeretnék?
De itt ugye van egy alapvető értéked abban az irányban, hogy a Biblia értékrendje az nem változik, és hogy ez jó. De honnan veszed, hogy ez jó? A Bibliába. Tehát ez nem a saját... Tehát a Bibliából indoklod meg, hogy a Biblia az jó. Igen. Hát így mindent meg tudok indokolni. Igen, ez körös érdés. Hitler is megindokolta, hogy Hitler jó. Igen, de a Biblia jó, ő meg nem volt jó. Tessék? De a Biblia jó, Hitler meg nem volt jó. Szóval a Bibliából meg tudom ítélni, hogy Hitler jó vagy nem. És a lényeg az, hogy... De az egyiket a már, tehát ugye Hitlert a Bibliából vezeted le, a Bibliát meg a Bibliából vezeted le, ez így nem fair. Igen, de te meg magadból, szóval te is ugyanúgy valahonnan levezeted, csak te magadból, én meg a Bibliából. Igen, de én elismerem, hogy nincs is abszolút erkölcs, tehát végeredményben mindig magunkból vezetjük le. Tehát ha a Bibliát elfogadom, akkor azt azért fogadom el, mert én már előtte erkölcsileg azzal azonos állásponton vagyok. De mivel nekem nem egyezett az erkölcsi mércém a Bibliával, ezért ez már egy indok volt ahhoz, hogy én ne folytassam tovább azt az utat. És mert egyszerűen összegyezhetetlen volt az én lelkiismeretemmel. És az lehetséges, hogy nem ismerted valójában, vagy nem értetted csak azt, amit a kereszténység prezentál, mint bibliai értékrend? Ezt mindig felszokták hozni, nyilván, mint elméleti lehetőség benne van a pakliban, úgy érzem, hogy azért már én eléggé megértettem és körüljártam ezt a témát, hogy ehhez, mint koncepcióhoz már ne ragaszkodjak. Nyilván, mint... Én alapvetően a vita kultúrát képviselő ember vagyok, és mindig úgy állok bármilyen kérdéshez, hogy én nyitott legyek arra, hogy meggyőzzenek az álláspontom ellenkező. Nyilván érzelmileg ez sokszor nagyon nehéz kivitelezni, de én erre akarom beállítani az életemet, és hogyha olyat mondasz, ami ugye elgondolkoztat azon, hogy esetleg én ezt rosszul tudtam a Bibliából, vagy általánosságban a hit kérdéseiről, akkor úgy vagyok vele, hogy ha nem is azonnal, de akár hosszabb elgondolkodás után én azt hajlamos vagyok elismerni. Na most... Azt pillanat. Az a probléma, hogy nagyon sok beszélgetésen vagyok túl, és nem jött még el ez a pillanat. Világos. Tehát, hogy általában az szokott lenni, hogy azt nem értik, amit én mondok, mert valahogy nem tudják elképzelni az emberek ezt a... És akkor relativista hozzáállás. De én megértettem jól azt a nézőpontot, amit te próbáltál bemutatni? Nem tudom. Jó, akkor elmondom, hogy még egyszer összefoglalom. Szóval, amit én mondok azzal kapcsolatban, amit megértettem arról, amiről beszélsz, és lehet, hogy a fogalmak nem tökéletesek, de szerintem dűlőre fogunk jutni. Azt kifogásolod a bibliai értékrenddel, illetve, hogy amit én beszélek, ugye én azt szeretném előadni, hogy egyszerűbb lenne erre támaszkodnunk, mivel ez az a teremtőnktől jön, persze ehhez ezt el kell hinni, de a lényeg az, hogy mindenki, beleértve téged is, egy külső forrásból szerzed az értékrendedet, hisz nyilván nem ezzel születtél. Plusz ráadásul még megállapodtunk abban is, hogy ez formálható, megalakítható, megalakul is az ember élete során. Ezt nehéz is tagadni, hisz mindenki változik. Ugye erről van szó. Igen. De ugye nem arról vitatkozunk, hogy alakítható-e a lelkiismeret. A kérdés igen, az. Persze, a kérdés ezen az álláspontom. A kérdés az, hogy van-e fejlődési lehetőség abban, hogy ezt alakítom, és nem-e jobb, ha elfogadom a Bibliát? Ez most itt a kérdés. Ugyanis, ha már a vitakultúráról van szó, ha hallgatok egy vitát, akkor könnyen lehet, hogy elfogadok egy érvelést, csak azért, mert valaki abban egyszerűen képzettebb, vagy jobban képes előadni azt, amit szeretne, és ezért én azzal az oldallal fogok majd társulni, miközben a másik lenne a helyes, csak azért, mert a másik nem fejezi ki magát olyan jól. És azt gondolom, hogy ez, amiről most beszélek, vagy szavazzuk meg, hogy mi a helyes. Csak azért, mert 100 millió ember arra szavaz, hogy igen, az a helyes, az nem azt jelenti, hogy az a helyes. Tehát, ha hagyom,
hogy különböző külső források alakítsák az én erkölcsi rendszeremet, akkor mindenképpen tévedésben fogok élni. Elkerülhetetlen, hogy rossz erkölcsi ítéleteket hozzak. Ami nem mondható el a Biblia esetében. Na most értem, amit mondasz, de ugye itt a te narratívád az, hogy létezik valami objektív erkölcs. Én pedig nem tudom értelmezni azt a fogalmat erkölcsi kérdésekben, hogy tévedni, vagy hogy igazat mondani. Ilyen az én szemszögemből nincsen. Tehát igazat mondani pozitivista állításokról lehet, például igaz-e az az állítás, hogy mi most beszélgettünk. Azt gondolom, hogy igaz, de ez nem erkölcsi kérdés. Okay, állítás, akkor... hogy ez a virág szép, ez viszont már egy ízlésbeli kérdés, amit én az erkölcsel azonos szinten említek, és erről nem lehet megmondani, hogy igaz vagy hamis, csak azt lehet megmondani, hogy én szépnek látom-e a virágot, vagy nem látom szépnek. Akkor... De hogy szép-e a virág, vagy nem szép, erre nincsen univerzális válasz. De arra van, hogy... arra például van univerzális válasz, hogy én nem mehetek ott az utcán csak azért bárkihez, mert rossz kedvem van, és pofozhatom fel, hogy ez rossz. Én azt gondolom, hogy erre sincsen univerzális válasz. Szóval én azt gondolom, hogy itt ez egy pont egy olyan kérdés, amelyben az emberek túlnyomó többsége értékrendileg egyetért. Mert tehát evolúciósan erre lettünk hangolva. Tehát én is egyetértek abban, hogy rossz dolog oda menni valaki ez az utcán, és csak úgy felpofozni, de ez akkor is egy erkölcsi kérdés. És nagyon sok erkölcsi kérdésről ez nem mondható el. Tehát nem mondható el ilyen tisztán, hogy most az helyese vagy sem. Illetve azt akarom mondani, hogy pont azok az erkölcsi kérdések, amelyekben nem tudunk így dönteni, azok mutatnak rá arra, hogy az erkölcsi szféra relatív. Nézd, például ugye Porondon. Akkor, bocsánat. Porondon van a melegházasság kérdése, vagy az eutanázia kérdése, vagy akkor mi ezek az, olyan, amik, olyan akkor, kérdések, amelyekben társadalmi vita van. De nincs, akkor nincsen semmilyen módunk arra a te elgondolásod szerint, hogy meghatározzuk bármiről is, hogy az erkölcsileg elfogadható helyese vagy sem. Nincsen semmi. Mindenki csak elméletileg, ha úgy alakulna a világ, hogy az emberiség túlnyomó többsége úgy gondolkodna, mint te, és nem azt akarom mondani, hogy nem pejoratív értelemben mondom, hanem ha lenne egy társadalom, ahol az emberek úgy gondolkodnának, ahogy te, akkor hogyan alakulna ott a rend, meg a rendfenntartás? Mindenki csak csinálná azt, ami szerinte akkor jó? Én azt gondolom, hogy ilyen társadalomban élünk. És igazából tehát alapvetően mindig azt tesszük, amit jónak látunk, kivéve, hogyha valami hierarchia azt nem szabolázza meg. És én nem vagyok a hierarchia ellen, tehát fontosnak tartom, hogy legyen, de ezt is értékrendi kérdésnek tartom, amit relatívnak tartok. Tehát én nem vagyok anarchista. Nem gondolom azt, hogy mindenki törvény nélkül csinálhasson azt, amit akar. De akkor mi határozza meg, hogy mit nem lehet akkor? Tehát ez részemről egy leírás, hogy mindenképpen egy szubjektív erkölcsi mérce fogja meghatározni, hogy éppen az adott társadalomban mi lesz a norma, vagy az egyén életében mi lesz a norma. Tehát hogyha hierarchia van, akkor is egy szubjektív erkölcsi mérce határozza meg. Tehát ugye a szubjektivitás, a relativitás az nem azt jelenti, hogy anarchia, hanem azt jelenti, hogy akkor is egy egyéni értékrend van egy közös megegyezés lényegében, azt a hierarchiát. Lényegében így is, igen, úgy is lesz egy közös megegyezés. Szóval az erkölcsnek az alapja a többség szava lényegében. Hogy a többség mire szavaz. Sőt, inkább a hatalommal rendelkező többség. De tud, pont erről beszélek, tud másképp lenni, elfogadhatjuk a Bibliát, az egy alapvetően más elgondolás lenne. Tud másképp lenni, csak általában azok a társadalmak nem stabilak.
De pont, tehát, hogy azok a társadalmak voltak stabilak, ha visszanézed a történelmet, amelyek elfogadták a biblikus értékrendet, amely egészen nem is olyan régi, nem is olyan sokat kell visszamenni az időben, hogy azt a változást tapasztaljuk, hogy amikor eltértünk ettől, akkor kezdett el az emberiség társadalma, illetve gazdasága, meg a környezet is széthullani. Mikor eltértünk ettől, ugyanis eddig, de ez így van, hisz mindez idáig az, ami le van írva a Bibliában, nagyjából az alkotta az országok, különösen a ma ismert fejlett nyugati országok, beleértve akár Magyarországot is, vagy ha megyünk keletebbre, akár az ortodox. Szóval ezek az országok fejlődtek a leginkább, amelyek tartották magukat a biblikus értékrendhez. Mindazok, akik eltértek ettől, azok nem. Azt gondolom, hogy sok ilyen esemény felhozható, amit párhuzamba lehetne állítani a stabilitással. Most a kereszténység az látszólag igen, valamilyen szinten korrelál ezzel, de nem csak a kereszténység korrelál ezzel, hanem mondjuk a felvilágosodástana, ami részint hát keresztényellenes, vagy legalábbis vallásellenes visszhanggal is járul, és akkor most mit mondjak? Most akkor a kereszténység, vagy éppen a pont, hogy a felvilágosodás hozta azt a ez a felvilágosodás vezetett el eddig a széthullásig, szóval a felvilágosodás nem tudjuk azt mondani, hogy a nem is tudom mi az, 16-18. Század. Tehát, hogy miért? Igazából néhány... nem értünk egyet abban, hogy széthullás van. Hát nézd, nem lehet. Igazából én ezt elmondtam, és sajnálom, hogy ismétlem önmagamat, de csak gondolj bele abba, hogy mi az, amit tapasztalunk most a társadalomban, vagy a gazdaságban, vagy a környezetünkben, az egy egyértelmű széthullása a világnak. Ez csak nehéz másként értékelni. És az egyetlen dolog szerintem, ami meggátolja azt, hogy a többség lássa ezt, az a kényelmi színvonalnak az emelkedése. Azonosítjuk a technológiai, illetve különösen a kényelmi szintnek a fejlődését azzal, hogy rendben vannak a dolgok, és ezért nem látjuk azt, hogy a nyugati társadalmak gyakorlatilag nemhogy széthullóban vannak, hanem olyanok, mint egy elrohadt fa, ami még áll, és kívülről úgy néz ki, hogy épp, de már belül el van korhadva, és csak arra vár, hogy mikor dől le. Szóval, és amit mondasz a felvilágosodással, ha mondjuk a francia forradalmat vesszük, ami a 18. század vége, onnantól kezdve 200 év alatt sikerült lerombolni mindazt, ami addig működött nagyszerűen, és csak azért, mert elhúzódik a halálhúsa, ez nem azt jelenti, hogy nem abban vagyunk benne. De én tudok részletesebben is belemenni, csak kíváncsi vagyok, hogy mi az, ami azt mondatja veled, hogy olyan nagyszerű társadalomban élünk most? Hát az az igazság, hogy szerintem az a modern ember sokszor romantizálja a régebbi korokat, és belegondolva azért, tehát én nem gondolnám, tehát ugye most ez is számomra igazolja az erkölcsi relativizmus, mert nem biztos, hogy ugyanazokat a dolgokat tartjuk jónak. Tehát én azt gondolom, hogy a mai társadalmunk is tele van problémával, és például környezetszennyezési szempontból eléggé egy válság felé haladunk, meg különféle társadalmi problémák is vannak, de más szempontból meg azt gondolom, hogy a lehető legélhetőbb korszakban élünk, és nem tudnék olyan kort mondani a múltból, amivel ezt úgy elcserélném. Tehát egy olyan korszak előzte meg a miénket, ahol nem szabad választáson történt a párválasztás, kisebb volt a higiénia szín. Bocsánat, hagyj állítsak már egy pillanatra. A szabad párválasztással kapcsolatban vissza akarok térni erre. A te elgondolásod az, hogy a feminizmus, az emancipáció és a szabad párválasztás az egy pozitív eredményt hozott a társadalomban, vagy negatíva? Hát többnyire pozitívat. Mi a pozitívuma? Értek egy... Mi a pozitívuma szerinted? Az,
az, hogy saját döntésünket, saját döntéseket hozhatunk. Ezen kívül, mert ugye ez maga a tény, de mi ennek mi a pozitívuma, hogy mi szabadon választhatunk? Mi az, amiben jobb a jelenlegi társadalom csak azért, mert szabadon választhatunk, ami egyébként régen is így volt bizonyos értelemben, de értem, amit mondasz. Szóval mi a pozitívuma ennek? Hát az, hogy eldönthetjük, hogy milyen kapcsolatban éljünk, és hogyha akarunk, abból kiszabadulhatunk, mert mondjuk nem felel meg a mi értékítéletünk. Természetesen. De ugye ez ugyanaz. Szóval az, hogy szabadon választhatunk. De ez egy önmagában való érték. Tehát ezt az... mondom, hogy erkölcsi kérdéseket nem nagyon tudunk hova visszavezetni. De visszatudunk. Az valakinek vagy érték, vagy nem érték. Tehát nekem ez érték. Világos. Mert az, hogy szabadon dönthetek, az és ez nem összetévesztendő a szabad akarat. De mi az előnyöd abban? Mi az az előnyöd abban? Mi a származik előnyöd? Nem más határozza meg. De ez ugyanazt jelenti, csak más szavakkal. Mi a gyakorlati előnyöd, vagy a elméleti, vagy a mentális? Azért, hogy nekem mi a jó. De érted, azt akarom megtudni, hogy mi a jó. Nekem mi a jó, és nem a más. Azt akarom megtudni, hogy az, hogy te szabadon választhatsz, abban mi a jó neked. Nem az, hogy az jó önmagáért, hanem mi a jó következménye a társadalmat, ha nézzük, milyen pozitív következményekkel járt az, hogy szabadon választhat a férfi, illetve a nő. Milyen pozitív hozadéka volt ennek a társadalomban? Csak egyet mondjál nekem. Nem tudom elképzelni, hogy mire gondolsz, individualista beállítottság. De tudok mondani vagyok, negatívat, akkor az segít. Azt gondolom, hogy ha az egyénnek jó, akkor jó. De most megint ugyanoda mentünk vissza, hogy csak azért jó, mert választhat. Csak maga a választás jó. De ilyen azért. De nem, én ilyen azt mondom, hogy mi a pozitív eredménye annak, milyen gyakorlati használat. Mondok néhány dolgot. Jó. Szóval elértük azt, hogy az abortuszok száma az exponenciálisan növekedett azzal, hogy születésszabályozás, illetve szabad párválasztás, amiről te beszélsz 1960-as, 70-es évektől mostanáig. Elértük azt, hogy a szexuális úton terjedő betegségek soha nem látott szintre léptek a társadalomban férfiak és nők között, sőt a gyerekterhesség és a gyerekeknél előforduló szexuális betegségek is csillagászati szinten vannak, még egy olyan relatíve konzervatív országban is, mint Magyarország, ami példátlan. Elértük azt, hogy a válásoknak a száma meg sokszorozódott. Elértük azt, hogy milliói gyerekeknek ebben az országban is ez alatt az évtizedek alatt apa és vagy anya nélkül nőnek fel csonka családokban. Szóval ezek mind negatív hozadékai annak. Elértük azt, hogy végtelen traumán kell átesnie egy férfinak meg egy nőnek élete során egyik párkapcsolatból a másikba, azért mert ott hagyja, amikor akarja, és megy a következőre és a következőre. Elértük azt is például, hogy a mentális betegségek a társadalomban, amiknek egy része a magányosságból származik, amit az életformán kialakít, az egy ilyen világjárvány szinten van. Szóval ezek mind köthetőek egy az egybe a szabad párválasztáshoz, amiről beszélsz, meg a szexuális szabadossághoz. Szóval ezek mind negatívumai szerintem. Szóval vagy megtáfolod ezeket, vagy mondasz valami pozitívat, azon kívül, hogy én majd eldöntöm, hogy mit csinálok, csak úgy. Szóval van-e szerinted pozitívuma ilyen, vagy esetleg ezek nem igazak? Én ezt akartam megtudni. Nem látom a különbséget, de akkor reagálok erre. Tehát azt gondolom, az én erkölcsi értékítéletem szerint, hogy a régebbi házasságok, ahol mondjuk a szülők határozták meg, hogy ki legyen a gyereküknek a házastársa, ott ugye a gyereknek nem volt beleszólása, nem vizsgálhatta azt meg, hogy illeszkedik-e a személyiségük. Nem, tehát általában mondjuk például vagyoni alapon történtek a házasodások, érdekházasságok voltak. Az, hogy
hogy több a válások száma, én azt gondolom, hogy ez egy természetes következmény, ha bár rossznak tartom egyébként magát a válást, hogy ez az megtörténik, de nem tiltanám be. Tehát teljesen más az a megközelítés, hogy valamit rossznak tartok, vagy az, hogy én valamit közvetlenül törvényi eszközök által tiltani. Most az, hogy több a válások száma, abszolút egyetértek, ez nem azt jelenti, hogy a régebbi házasságok jobbak voltak, hanem azt képzeld el, hogy amiért most elválnak, azokért a dolgokért régebben nem válhattak el az emberek, hanem abban a mérgező kapcsolatban kellett egy életet leélni. De most is abban éli le. Biztos, hogy ez most is abban éli le, csak most továbbáll egy következő mérgező kapcsolatra, amit elhagy utána néhány éven belül, és lesz ilyen mérgező kapcsolatból egy életen át neki 10, míg régen volt 1. Ha nem gondolja végig a helyzetét, vagy nem fejlődik lelkileg, akkor igen. De ugye nem rajtam áll az agyott egyéneknek a felelőssége. Tehát, hogy én most csak azt mondom, hogy a rendszer... Az illető képes-e tanulni a hibáiból, vagy nem? Nem, nézd, az embereknek meg kell mondani, hogy mi az, ami helyes, és mi az, ami nem. Az emberek nem képesek tanulni a hibáikból. Ezt egyértelműsítettük a történelem során, de... Azt nem tudjuk, hogy volt-e beleszólása. Azt nem jelenthetjük ki, hogy nem volt beleszólása abba, hogy milyen párt válasszon. Szóval, mivel nem voltunk ott, csak halljuk ezeket a mendemondákat, meg legendákat, hogy régen csak apám megmondta. Jó, oké. Okay. Szóval ezt nem tudjuk, hogy volt-e beleszólása. De hogyha érdekel valakit egy bibliai történet, akkor Izsák feleségét, Rebekát megkérdezte az apja, illetve azt hiszem, hogy a fiú testvére, valamelyik, hogy miután már mindenben megállapodtak a házasságot illetően, a másik féllel, hogy akarsz-e vele menni? És ő azt mondta, hogy igen. És azért mondta azt, mert bízott a szüleiben. Szóval nem gondolod, te vagy bárki, hogy jobban járna egy 21-22 éves férfi vagy nő, akinek szinte semmi tapasztalata nincs, ha hallgatna a szüleire? Aki feltételezhetően jót akarnak neki, ha másért nem azért, hogy egy vagyonos családdal legyenek kapcsolatban. Mint hogy szabadjára engedjük 13 évesen, hogy menjen bulizni, és aztán összeszedjen mit tudom én kit, és mire 23 lesz, addigra már legyen neki ilyen kapcsolatból 6-7-8, és annyival több traumán átesik, mint hogyha csak egy lett volna neki. Amennyiben a teljes videót szeretnétek látni, az infobubble.hu, illetve a yahooaútja.hu weboldalon ez elérhető. Megkérnélek arra benneteket, hogy osszátok meg videóinkat, illetve lájkoljátok azokat, hogy több emberhez eljusson az üzenet. Köszönöm! Amennyiben adótok 1%-ával támogatnátok munkánkat, megtehetitek a Yahoo útja egyesületen keresztül, ehhez minden adatot megtaláltok az Infobubble, illetve Yahoo útja összes felületén, az interneten, valamint ennek a videónak az információs sávjában is. Köszönjük azoknak, akik ezt megtették eddig.